Karinti Frigyes. A halottas kocsi. Egy fekete kocsi ment a körúton. Május volt, mert az minden évben van. A fák tehát lomboztak és rügyeztek, és drága nők csacsogtak boldogan. Nyitott kocsik kacéran ringatóztak ki a ligetbe, merre lát a szem. Csak a fekete kocsi ment közöttük becsukva, szépen, engedelmesen. A kocsiban, hol kellemes homály volt, feküdt három fehér úr mesztelen. A hangulat kissé fagyos közöttük, a modoruk se könnyed, fesztelen. A lábukra egy cédulát kötöttek. A cédulán rendőri látlelet. Friss jégből van a derékaj mögöttük, jégből a paplan a fejük felett. És szólt az egyik, mozdulatlan arccal, míg fején a jég halkan szörcsögött. Önt ugyebár Mohácsnál dobta partra. És szólt a másik, mint egy hörcsögött. És szólt az egyik, ön soká feküdt lenn? És szólt a másik, négy napot. Bizony. Én Óbudánál ugrottam be, és ön? És szólt a másik, én a Lánchídon. És szólt az egyik, az öné milyen volt? És szólt a másik, barna és molett. És szólt az egyik, az enyém is éppen. És szólt a másik, hát az meg lehet. És szólt az egyik, mondja, hogy nevezték? És szólt a másik, Ringaráz Kata. És szólt az egyik, hát ez óriási, hisz akkor ön a csempe páltata. Én azt hittem, ön szerette mégis, ezért ugrottam, mint egy kergekos. És szólt a másik, hát nem ön szerette, hisz én ön miatt voltam bánatos. És szólt az egyik, hát nem ön szerette. És szólt a másik, ó, hát volt remény. És szólt az egyik, hát ki élet akkor? És megszólalt a harmadik, enyém.